Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy jóslás, de ennél a jóslásnál kezdetben még nem tudjuk azt, hogy miről van szó. Majd az első kártya mutatja azt, hogy mi a fő téma. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, amikor nincs konkrét kérdés, de mégis szeretnéd tudni az, hogy mi fontos, hova kellene odafigyelned. És most megnézzük a fő témát. Itt van egy kéz. Ez lehet a te kezed, hogy kezedbe veszed a dolgokat. Odafigyelsz az arany éremre, tehát odafigyelsz az anyagiakra, vagy a munkahelyedre, hiszen ez összefügg egymással. Sőt, a kép azt is jelentheti, hogy biztos vagy a dolgodban, hiszen te is tudsz nyújtani mások számára valamit, mert megvan a tehetséged, megvannak az értékek. Itt ez a kapu a háttérben nyújtja a lehetőségeket. A kártya azt is jelentheti, hogy ez a kéz nem a tiéd, hanem valaki átnyújtja számodra ezt az arany érmét, mert segít anyagilag, mert lesz egy jó munkahelyi ajánlat, mert valaki értékel téged. És itt kinyílik a kapu, jelenti a lehetőségeket. Tehát ez a fő téma, az anyagiak, a munka és az értékek. Itt látható, hogy kell a belső egyensúly, kell a harmónia. Azon kívül vannak nálad tervek, ötletek, vágyak, elképzelések, és ez megvalósítható. Valaki közeledik hozzád, sőt, gyorsan közeledik hozzád. Lehet, hogy ez a személy valószínű egy férfi, kicsit türelmetlen. A kezében van a kard, ami jelenti az ő döntéseit. Ő döntéseket hozott, közeledik hozzád, beszélni akar veled, beszámol arról, hogy mit, hogyan döntött. Az is lehet, hogy ez a férfi a karddal elvágott valamit szimbolikusan, lezárt valamit. Ez lehet egy munkahelyi változás, de lehet az is, hogy eddig benne volt egy pár kapcsolatban, most döntéseket hozott és lezárta a pár kapcsolatát. Miért? Mert értékes vagy számára, de még rendeznie kell az anyagiakat. Ha te egy hölgy vagy, az a fontos, hogy legyen meg a belső nyugalom, a belső harmónia. Itt minden magától alakul. Amit a képek még mutatnak, itt a levegő eleméről van szó, tehát a gondolatokról, az ötletekről, a kommunikációról, és itt a föld eleméről van szó, ami jelenti a reális dolgokat, hogy ez a férfi szeretné az ötleteit megvalósítani. És ez sikerülni fog. Itt látható az uralkodó. Lehet, hogy
felette uralkodott eddig valaki, ez lehet egy férfi, például a főnöke, de lehet egy nő is, például a volt társnője, de ő lezárta most ezt a kapcsolatot, vagy vannak munkahelyi változások. Nem engedi meg azt, hogy mások uralkodjanak felette. Kilépett ebből a helyzetből. Itt újra az éremről van szó, mint ahogy a fő téma is jelzi. A kezében van ez az arany érem. Jelenti a munkahelyét, az anyagiakat, az értékeket, vagy a belső értékeket, de látható, hogy mozgásba jön ugyan, itt a mozgás kicsit lassabb, mint itt, mert ő még egy pillanatra hátrafele fordul, ami jelenti a múltját, hogy még valamit el kell rendeznie, ami a múltját illeti. Ez lehet egy párkapcsolat, egy volt párkapcsolat, vagy lehet a munkahelyi viszony, vagy lehetnek az anyagiak. De azért ennek ellenére türelmetlen hamarosan jönni fog. És majd uralkodik a helyzet felett, hiszen az uralkodó néha jelentheti az ő tartását is. Ha te egy hölgy vagy, akkor megjelensz itt, mint egy királynő, és mint királynő elfoglalod a helyedet. Itt trónolsz. A kezedben ez az arany kehely jelenti az érzelmeket, tehát itt érzelmekről valószínű párkapcsolatról van szó. És az ő szemében te vagy itt a királynő, hiszen értékel téged. És átnyújtja számodra ezt az arany érmét. Mint említettem, ez lehet anyagi segítség is, vagy egy munkahelyi ajánlat, de a szerelmi élet területén ez az arany érem jelenti az értékeket. Hogy te értékes vagy, hogy boldog légy, vagy ő értékel téged, vagy vannak elvárásai, hogy te értékeld őt. De legyen meg ez a büszke királynői tartás, akkor is, ha ő még visszafele tekint a múltba, ami lassítja a mozgást, de biztos lehetsz abban, hogy hamarosan jönni fog. Őrizd meg a belső nyugalmadat, és légy kicsit várakozó. Újra az érmékről, tehát az értékekről van szó, és most van egy telefonhívásom, rögtön itt vagyok. Közben volt egy telefonhívásom, most újra itt vagyok, és folytatjuk a jóslást. Ennél a kártyánál voltunk, újra az érmék jelennek itt meg, ugyanúgy, mint a fő téma, jelenti az anyagiakat, a munkát, a hivatást, az értékeket, a belső értékeket is. Itt megvan ugyan a jólét, hiszen nagyon sok érméről van szó, de mégis a 9-es szám utal még korlátozásokra. Ez olyan, mint egy kerítés. Így szoktam példaként mondani, hogy úgy érzed, hogy elérkeztél eddig a kerítésig, eddig minden rendben volt, most kellene, hogy előre menjenek a dolgok, kellenének változások, de úgy érzed, hogy minden úgy megállt, mint egy szakasz, nem megy tovább.
Néha kell az erő átlépni ezen a kerítésen, átlépni ezen a helyzeten, de jelenleg, akkor is, ha úgy minden rendben van körülötted, mégis olyan fáradt, kimerült vagy, legalábbis jelenleg így érzed magad. De semmi baj, mert lesznek külső befolyások, események, légy még egy kicsit türelmes, várj néhány napot, ő közeledni fog hozzád, lesznek ajánlatok, minden rendeződik. Itt újra a levegő eleméről van szó, és uralkodsz. Uralkodsz a levegő eleme felett. Az jelenti a könnyűséget, hogy kilépsz a szűkös helyzetből, lezársz bizonyos témákat, lezárod a múltat, lezársz bizonyos kapcsolatokat, várakozó vagy, hiszen figyeled az eseményeket, de tudod azt, érezni fogod azt, igen, most történik valami, valaki közeledni fog hozzám, beszélni akar velem, lesz egy jó ajánlat. Amit ez a kép még számodra jelenthet, hogy vannak terveid, és ez a terv megvalósítható. Itt is a levegő eleme van, meg itt is a levegő eleme van. Gyakran jelenti a gondolatokat és a terveket. Itt vannak ugyan még korlátozások, de hamarosan átnyújtja valaki számodra az arany érmét, ami jelenti a föld elemét, és a föld eleme az utal reális dolgokra, a manifestációra, hogy hamarosan ezeket a terveket meg tudod, vagy közösen meg tudjátok valósítani. És ez volt az általános kivetés, mint említettem, ez a jóslás megrendelhető, a díjam az 4000 forint. És ha tetszett ez a felvétel, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!